Nagyon felemelő érzés, hiszen történelmi esemény az, hogy Rákóczi Ferenc lovasszobor formájában újra megérkezett Beregszászba. A kárpátaljai magyaroknak, a beregszászi magyaroknak a nemzedékeinek volt olyan szándéka, akarata, hogy legyen neki egy méltó emlékműve ebben a városban, amihez sok minden köti, például az, hogy itt kezdődött el a Rákóczi szabadságharc a zászló kibontásával. És hát most ez végre megvalósult, pontosan 100 évvel Kárpátalja elcsatolása után, egy rendkívül nehéz helyzetben, és csak hálásak lehetünk elsősorban a szobrászművésznek, Györfi Lajosnak, a magyar kormánynak, aki ezt finanszírozta, Rezsa István kormánybiztos közreműködésével. És hát reméljük azt, hogy egy fontos értéke lesz ennek a városnak, és hát bármikor itt meg lehet majd emlékezni a nagyságos fejedelemről.